A magyarországi menhelyek működését hónapról hónapra bizonytalanság jellemzi. Ráadásul az elmúlt hónapokban olyan új problémákkal találták szembe magukat a szervezetek, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. Ilyen például, hogy az örökbefogadási kedv drasztikusan visszaesett. A nyíregyházi menhely vezetője azt mondta, érdeklődő is alig akad, ráadásul közülük jó néhányan méltatlan körülmények közé vinnének kutyát. Nálunk nagyon fontos hitvallás az, hogy tényleg olyan helyre kerüljenek a kutyáink, macskáink, ahol sokkal jobb helyük van, mint itt. Emiatt ugye nem adunk nyilván bioriasztónak, láncra, kenelbe, stb. Stb. Sajnos az érdeklődők egy jó része ilyen, de ugye mi szeretjük őket, és sokkal jobbat szeretnénk nekik. Emiatt ugye az örökbeadás lényegesen csökken. Nem azt mondom, hogy nincsenek szuper családok, akadnak, de nagyon ritka. Ez az egyik probléma, a másik probléma ugye az, hogy a válsághelyzet kapcsán azért mi is érzékeljük, hogy a támogatások rettenetes módon lecsökkentek. Az állatvédők megértik és elfogadják a dolgot. A helyzetet azonban tovább nehezíti, hogy pályázható támogatások sincsenek. A problémakör ráadásul nem egyedi. A szabolcsi menhelyek közül ketten már most bezártak, illetve az egyik bezárt teljesen. A nyírmadai menhely, a mátészalkai menhely pedig bezárás előtt áll. A többiek még küszködnek, nem vagyunk egyébként sokan, még Kisvárdán van egy menhely, aki szintén túltelített. Ibrányban, illetve ugye a PCS alapítvány van még, akik, illetve egyesület, akik gyepmesteri telepekről mentenek. Összedolgozunk egyébként, akivel tudunk, nem csak megyei szinten, hanem országos szinten is próbáljuk egymást segíteni, akinek felesleges gyógytápja van, az elküldi a másiknak. Ugyanígy gyógyszerek, pelenka a beteg állatok alá, tehát tényleg amiből a másiknak több van, akkor ad ugye annak, aki jobban rászorul, mert igazából nem nagyon van segítség. Sajnos pályázatok nagyon nincsenek újabban, legalábbis olyan pályázatok, amik ugye jelentős segítséget jelentenének, és hát az a helyzet, hogy a kibocsátó réteg, amit mindig elmondok, nem áll le, tehát gyakorlatilag folyamatosan születnek az újabb és újabb kölykök, rengetegen kerülnek utcára. Az állateledelek ára egy év alatt több mint 50%-kal nőtt, az állatorvosi költségek meg háromszorozódtak, és ehhez jött a rezsiszámlák emelkedése. Sokan ezzel indokolják, miért válnának meg házi kedvenceiktől, és próbálnák menhelyre adni kutyájukat, macskájukat. Az állatmenhelyek kapacitása azonban véges. Az Állatbarát Alapítvány vezetője azt is elmondta, nyugaton kicsit magasabb az örökbefogadási kedv, mint itt a keleti régióban, és ha csak egy fokkal is, de az állattartási kultúra is jobb.